Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Ismét jelentkezik a Helyi Televíziók Országos Egyesülete tagtelevízióinak magazinműsora, a Generációnk, amelyben az országban élő és tevékenykedő időskorúak életében nyerhetnek bepillantást. Műsoraink készítése során továbbra is számítunk az önök véleményére, javaslatára, hozzászólásaikra, amelyeket a Generációnk magazin kukac@gmail.com címre írhatnak meg nekünk. Tartsanak velünk! A Nyugdíjasok Országos Szövetségének ez évi legnagyobb rendezvénye a Balatoni Randevú elnevezésű háromnapos rendezvénysorozat, amelynek a Balaton Almádi Bál Resort ad otthont. Több mint 1500 szépkorú vesz részt a különböző programokban. Sikeres öregedés címmel tartottak érdekvédelmi konferenciát, rendkívül népszerű az idősek körében az országos Senior Dalköri Fesztivál is. Nagy volt a sürgés forgás Balaton-Almádiban, a Bál Resortban, ahol Balatoni Randevú néven rendezik meg a Nyugdíjasok Országos Szövetségének háromnapos programsorozatát. A közhasznú szervezetnek kötelező feladatai vannak, mint például az érdekvédelem, a kulturális hagyományok őrzése, az egészséges életmódra nevelés, vagy a sportprogramok szervezése. Ma a Senior Dalköri Fesztivál színvonalas produkcióinak tapsolhattak az egybegyűltek. Ez egy háromnapos rendezvény, tegnap érdekvédelmi konferencián a sikeres öregedés titkait kutattuk. Ma dalköri fesztivál van, közel 30 különböző dalkör, népdalkör, kórus és könnyűzenei formáció mutatja be műsorát, fesztivál jelleggel. Itt mindenki győztes, de a szakavatott zsűri mindenkinek minősítő oklevelet ad. A Győr melletti Abdáról érkezett a Rápca dalkör a fesztiválra. A dalok szeretetén túl nagyon sok minden köt össze bennünket, jelentős szerepet vállalunk a falu közösségi életében, és hogyha pár szót a repertoárunkról mondhatnánk, mert azt hiszem az különleges nálunk, hogy nagyon-nagyon szeretjük a népzenét, a népdalokat, a magyar nótát is, de úgy gondoltuk, hogy van egy olyan csoportja a daloknak, ami feledésben megy már a régi nosztalgia számok, filmdalok, és mi ezeket dolgoztuk fel saját stílusunkban, élőzenés kísérettel énekelő, egy hegedűs, egy harmonikás és egy gitáros kísér bennünket. Sok szép eredményt értünk már el, nem csak a csoport, hanem szóló énekeseink. Erre nagyon büszkék vagyunk. A dalkör vezetője elmondta azt is, hogy nem az elért eredmények, a sikerek a legfontosabbak, hanem inkább a kortárs együttlét. A záró nap a sportprogramoké és a szenior táncverseny érezt a Tóparti városban. A 15. fél évével folytatódik idén ősszel az 50 pluszos korosztály képzése Szentendrén. Országszerte több ezer szenior vesz részt az egyetemek által nyújtott tanfolyamokon, előadásokon. A hazai felnőtt képzés egyik központja az Óbudai Milton Friedman Egyetem. A 2010-es évek elején indultak az első szenior képzések a Győri Egyetemen és az akkor még Zsigmond Király néven ismert Óbudai Főiskolán. A két példa után több felsőoktatási intézmény is felismerte az idős képzés fontosságát. A mi egyetemünk, ami akkor Zsigmond Király Egyetem, ma már ugye Milton Friedman Egyetem néven ismert, annyiban volt előjáró, annyiban volt úttörő, hogy mi az első pillanattól kezdve tanfolyamokat is hirdettük. Néhány éve egy Európai Uniós támogatásnak köszönhetően internetes és nyelvi kurzussal is bővült az 50 pluszosok képzési palettája. A lehetőséget elsőként az Óbudai Egyetem ismerte fel. Szentendrén és környékén mi eleve most már három helyszínen vagyunk, ugyanis van egy előadássorozatunk már nagyon-nagyon régóta, most már 15. fél évet kezdjük Szentendrén, most ebben a fél évben elindult Leányfalun, és ezzel együtt pedig most már 5. vagy 6. fél éve Pomázon is van egy szenior akadémiánk. Ezen kívül Szentendrén tanfolyamokat is indítunk, ebben a fél évben 13 nagyon alacsony tandíjas tanfolyamot indítunk az 50 felettiek számára.
Szentendrén egy nagyon stabil 150 fő körüli réteg indul el ezeken a képzéseken. Itt nem az előadásokra gondolok, ami 20-30 fővel mennek, hanem a kurzusokra, tehát a tanfolyamokra gondolok. Nehezen teszi meg az első lépéseket az idősebb korosztály, ami a tanulást illeti. A friss nyugdíjas hölgyek azok, akik nyitottabbak a tanulásra, aktívabbak a képzéseken, mint a férfiak. Az Európai Uniós pályázatokból indultak ilyen, és indulnak is ilyen képzések. Ezekkel szemben azonban a mi szenior képzésünk két tekintetben különbözik. Ugyanis ezek az Európai Uniós nyelvi és számítástechnikai képzések egyrészt a hátrányos helyzetű rétegnek, tehát a 15-64 év közötti korosztályból azoknak, akiknek nincs állandó munkájuk, illetve nincsen felsőfokú, tehát főiskolai vagy egyetemi diplomájuk, ezeknek szól. Ráadásul ezek az EU-s képzések elindulnak, befejeződnek, s utána nincsen folytatás. Ellenben a mi képzéseinkkel, amiket az Aranykor Központ is hirdet Szentendrén, vagy a Milton Friedman Egyetem itt Békásmegyeren, ezek folyamatosan épülő képzések. Az idős oktatás, a felnőtt oktatás speciális területe, amely Magyarországon most kezd egyre szélesebb kört megszólítani. Kis létszámú tanulócsoportokban sajátíthatják el a hallgatók a választott képzés anyagát alap vagy haladó szinten. Szentendrén is. A szenior korosztályban van ez az éppen most nyugdíjba mentem korosztály, tehát ez a 60 körüli korosztály, annak is a túlnyomó része egyébként hölgy, és a hölgyek között is azok, akiknek már van valamilyen felsőfokú végzettsége, legalább egy OKI, egy főiskolai diploma vagy egyetemi diploma, tehát úgy is mondhatnám, hogy az értelmiségnek egy kvalifikált része jön elsősorban ezekre a képzésekre, és nekünk az is feladatunk, hogy egy kicsit mélyebbre menjünk, ezért a Milton Friedman Egyetemnek a szenior képzési rendszere az az országban a legnagyobb, 52 helyszínen vagyunk, és tudatosan megyünk el olyan településekre, ahol más a végzettség összetétel, akár ha Isaszegre, vagy Erdőkertesre, Bicskére, vagy más helyekre gondolunk, ott azért már jelentősek a különbségek. Tapasztalt tanárok vezetik a Milton Friedman Egyetem és a Szentendrei Aranykor Központ által szervezett kurzusokat. A két intézmény szervezésében az elméleti képzésen kívül mozgásos tanfolyamon is részt vehetnek az érdeklődők. Idén is megtartották az országos nyugdíjas költészeti szemlét. A kulturális megmérettetésen azok vehettek részt, akik régiójukban kiemelkedőt alkottak. A versfesztiválon nem voltak dobogós helyezések. A közönségdíjast a megjelent hallgatóság szavazta meg. Töpörtött béna asszony, az én édes jó anyám. Ady Endre az Anyám és én című versének két sora is a 30. országos nyugdíjas költészeti szemlén hangzott el. A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 30 éves múltjában mindig fontos szerepet kapott a kultúra, ezen belül is a vers szeretetére való buzdítás. A vers szeretete és a szavalás az alapvetően azért fontos ebben a korban, mert az emlékező képesség, tehát az agyi funkciók edzése céljából mindenképpen jó dolog, és egyfajta közösséget, lelki, mentális közösséget is hordoz az időskori szavaló köröknek a működése. Az országos költészeti szemlén az a 30 nyugdíjas vehetett részt, akik a régiójukban a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották. A döntő szavalókat egy háromfős zsűri értékelte több szempont alapján. Hát a legegyszerűbb értékelés ez a pontos szövegértés. Az, hogy mennyire tudja pontosan visszaadni az eredeti szöveget. A másik az abszolút a hangulat. Mennyire tudja a nyugdíjas visszaadni azt a hangulatot, amelynek a versszövege végül is csak a kiinduló pontja. Mennyire tudja átélni, mennyire tiszta a beszéde, mennyire köti le a hallgatóságot. A szemlére legfeljebb 4 perces verssel vagy 5 perces prózával lehetett jelentkezni, a választható művek pedig minden évben egy bizonyos témához kapcsolódnak. Idén Ady Endre halálának 100. évfordulójának emlékére a jeles költőtől lehetett verset, prózát választani, valamint a jelentkező saját régiójának híres költőjétől. No, bénypolhely! Láttál egy-két csodát, mióta ezt a tájat mossa, sámpad vizet. Vannak emberek, akik profi versmondók,
és egy életen át verset mondanak. Hát, azok mindig győztek a korábbi versenyekben. Úgyhogy most azt csináltuk meg 4 éve azt hiszem, hogy 2 csoportra osztottuk a társaságot, a jelentkezőket, azokra, akik profi versmondók, és azok együtt méretnek meg, és azokra, akik csak szeretik a verset, de talán nem olyan tehetségesek ebben. A 2 kategória díjazottjain túl közönségdíjat is kiosztottak. A közönségdíjas az eseményen megjelent nézők szavazataiból állt össze. A szervezők hangsúlyozták, ez kevésbé verseny, mint inkább fesztivál. Nincs első-második helyezett, a legkiemelkedőbb szavalókat ugyan díjazzák, de a részvétel a fontos. Vas megye és Szombathely város nyugdíjas szövetsége idén is megrendezte hagyományos főzőversenyét. Az esemény helyszíne Vép volt, a művelődési ház udvarán, a szeles idő ellenére kiváló hangulatban készültek a remek étkek. A megye minden részéből Szentgotthártól Kőszegig érkeztek pénteken délelőtt csapatok a nyugdíjasok hagyományos főzőversenyére. Jó egy pár évvel ezelőtt, 5-6 évvel akkora igény volt arra, hogy találkozzunk, és hogy főzzünk egy kicsit, hogy megrendeztük akkor, és olyan népszerű lett, hogy minden évben ezentúl megcsináltuk, ezek után megcsináltuk, és én úgy látom, hogy mindenki jól érzi magát, a legkülönbözőbb ételek készülnek, és egyik fontos dolog, hogy együtt tudunk lenni. A főzéshez az alapanyagot a résztvevők vitték magukkal, ennek költségeihez azonban hozzájárult a megyei és városi nyugdíjas szövetség is. Konkrét feladat nincsen, bárki bármilyen ételt főzhet. A lényeg az, hogy 12-kor a zsűri asztalára kerüljenek a kész ételek. A zsűrit pedig úgy választottuk ki, hogy 11-ből kisorsoltunk 5 főt, tehát a 11 csapat egy-egy képviselőből 5 főt, de azzal a kitétellel, hogy a saját csapatukra nem szavazhatnak, és a szavazatokat átlagoljuk, és reméljük, hogy ez így nagyjából igazságos lesz. A Vas megyei önkormányzat nyugdíjas klubjának Bográcsánál éppen Busa László és Heckmann Ferenc serénykedtek. A Bográcsban húsos babgulyás rotyogott Pokolsziget módra. Minden éven főzögetünk így a versenyen, aztán az az igazság, hogy ezt én a párommal otthon, már ez 4 személyre van leírva, és ezt mi megcsináltuk dupla adagba próbának, és nagyon jó sikerült. Az Aranykorúak Egyesületének tagjai vörösboros marharagut készítettek burgonyafánkkal. Hát ez most krumplifánknak az alapanyag, burgonyafánk egész pontosabban, úgyhogy próbálkozunk vele. Meg fog kelni, és utána kiszaggatjuk, kisütjük, és az lesz a francia vörösboros ragúhoz. És osztályú marha ragú fog készülni. Most már 1,5-2 órája kevergetem folyamatosan. Jobbról először, aztán most balról, hogy meg ne szédüljön a hús. Az erős szél ellenére is kiváló volt a hangulat a főzőversenyen, ehhez jelentősen hozzájárultak a nyugdíjas kimittú győztesei, akik műsorukkal a délelőtti időpont ellenére is táncra perdítették a résztvevők egy részét. Bükszéken rendezte meg hagyományos sportnapját augusztus végén a Nyugdíjasok Heves megyei szövetsége. A megmérettetésre a megye 25 klubja közel 400 fővel érkezett. Az idősek teljesítették a Mi gyaloglunk 10.000 lépés programot, és 4 versenyszámban mérték össze tudásukat, ügyességüket a gyógyfürdő medencéiben. Több mint 20 éve rendezi meg nyár vége közelettével a sportnapját a Nyugdíjasok Heves megyei szövetsége. Idén a megye 25 klubja közel 400 fővel vett részt a bükszéki megmérettetésen, ami egy kis gyaloglással kezdődött. Teljesítették a Nyugdíjasok Országos Szövetségének Mi gyaloglunk elnevezésű programját a 10.000 lépést. Egészen a templomig sétáltak, majd a gyógyfürdő medencéiben tették próbára ügyességüket. Farkas Attila, a Nyugdíjasok Heves megyei szövetségének elnöke elmondta, a sportnapnak 3-as célja van.
Az egyik ilyen funkció a fürdés, kikapcsolódás, wellnessezés, a másik funkciója a egészségfelmérés, egészségügyi felvilágosítás és vérnyomás, vércukormérés, testzsírtömegmérés és diétás tanácsadást fognak végezni a kolléganőim. A harmadik legfontosabb dolog pedig a versenyzés. Ugyanis mivel sportnapról van szó, az elképzelhetetlen versenyzés nélkül. A versenyszámok férfi-női kategóriában mellúszás, gyorsúszás, hátúszás és vízbegázolás lesz. Mennyire sportosok a megye nyugdíjasai, hiszen minden évben eljönnek ide. A Nyugdíjasok Heves-megyei Szövetsége tavaly is teljesítette ugyanitt egy ilyen gyalogló programot. Ebben az évben is én pályáztam, vagyis a szövetség az Ogyik Mi Gyaloglunk című pályázatra. Itt a nyugdíjas társaink a megnyitó után egy rövid gyalogló programot hajtottak végre. Fölgyalogoltak a templomdombra, és onnan pedig vissza. Ez olyan 5-700 méteres távolság. Így nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a mozgás koordinációjuk, mozgásuk fejlődjön. Én úgy gondolom, hogy aki az úszásban részt vesz, az is sokat tesz az egészség karbantartásáért. Ez utóbbiban a 10.000 lépésben vett részt az Eger Farmosi Őszi Rózsa Nyugdíjas Szervezet is. Hétfővel vagyunk jelen a rendezvényen, hát is a kikapcsolódás, főleg az, hogy együtt legyünk, és egy picit más csináljunk, mint a hétköznapokban. Azt mondta, fontos az Eger Farmosi időseknek a mozgás. Úgy gondolom, hogy sokat jelent. Hetente kétszer van torna, tehát kis csoportocska azért mindig elmegy erre a délutáni 1-2 órás időtöltésre. Szerintem foglalkoznak a kondiukkal. A versenyzők között ott volt az Egri Dobó Katica nyugdíjas szervezet is, akik 32 fővel vettek részt az eseményen. A szervezet elnöke kiemelte, számukra fontos, hogy versenyezzenek. Ebben beletartozik az is, hogy itt részt veszünk a sportnapon, különböző sportágakon elindulunk. Precíz kérdés, hogy a klubunk hogy szerepel, mert ugye pontszám alapján nekünk ezt majd a megyei szövetség méri, de mindenféleképp az a fontos, hogy együtt legyünk, jól érezzük magunkat, találkozzunk a Heves-megyei nyugdíjas társakkal. A vízben gázolás versenyszámban a nők között első helyen végzett Igliszki Györgyné Gyöngyösről, a Gyöngy Mamik nyugdíjas klubból 26-an érkeztek. Már évek óta járunk ide a nyugdíjas klubunkkal, és nagyon nagy szeretettel veszünk részt ezen a találkozón. A program megszervezésében nagy részt vállalt a Bükszéki Nyugdíjas Klub is. Nekünk nagyon jó érzés, mert valószínű, hogy azért választják újra Bükszéket, mert jól érezték itt magukat, és kellemes érzésekkel távoznak innen. Én úgy gondolom, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy ez így legyen. A helyi nyugdíjas klub is nagyon nagy szeretettel készül mindig erre a napra, úgyhogy valószínűnek tartom, hogy ez az egyik oka annak, hogy szívesen jönnek ide-vissza a megye nyugdíjasai. Mit kínál a Bükszéki strand a nyugdíjasoknak? Ez a szalvuszvíz, ez a világon álló, egyedüli világon egyedülálló kincs. Igen, tehát az összetételét tekintve én biztattam a nyugdíjasokat, hogy minden csepp vizet használjanak ki, és töltődjenek fel, mert ennek a víznek tényleg nagyon áldásos hatása van, nagyon jótékony az öreg csontokra, az izületekre, úgyhogy remélem, hogy ezzel a lehetőséggel élnek is itt a mai napon. A jó hangulatú nap során a mozgás mellett egészségügyi szűrővizsgálatokra is lehetőségük volt az időseknek. A programok után fürdőzéssel töltötték a nap hátra levő részét. A Völgyhíd Televízió munkatársai nagy fába vágták fejszélyüket akkor, amikor elhatározták, hogy felkutatják azokat a még élő és mesélni, beszélgetni hajlandó embereket, akiknek a mai generációk számára már csupán történelmi időkről vannak ismereteik. Mások mellett Mária nénit is többen ajánlották a kollégák figyelmébe, és bizony hosszú időbe telt, mire kötélnek állt. Egy tiszta gondolkodású néniről van szó, akinek fontos, hogy megmaradjon valami a tudásából.
9 részes sorozatunk második epizódja következik, a téma pedig mi más lehetne, mint a szüret. És aki mesél a régi szüretekről, Szabó Mária. A növény sincs meg gyökér nélkül. A gyökér nem csak táplál, de meg is tart. Akkor is, ha fúj a szél, vagy zuhog az eső. A gyökerek nélkülözhetetlenek. A szüret bizony, arra nagyon készültek a gazdák a szüretre. A hordó ügybe is nagyon kellett készülni, kitisztítani a hordókat a pincébe. Volt munka. De nagyon-nagyon rendbe tették a szőlőt, a földjét, el is gerebjézték. Azt mondták, hogy szüretre készülnek, és akkor annak nagyon szépnek kellett lenni, hogy ne lássa a szüretesek, hogy most ott gaz van, vagy valami, az úgy nem rossz híre lett volna a gazdának. Az én nagymamám azt mondta, hogy olyannak kell lenni, a szőlőföldjének, hogy a mákos tésztát is meg lehessen róla enni. Igen, hát volt ilyen is, igen. 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 Hát kis túlzással nyilván. Igen, igen, de szerették a szépet azok a falusi emberek, én azt mondom, mert rendbe tartották. Egyenes legyen a sor, ne maradjon ott a gaz, összegerebjéték állatoknak adták, vagy hagyták, hogy megszáradjon. És milyen volt a pincétek? Gyönyörű. Még most is meg lehet nézni, csak már nem a miénk. Úgyhogy nagyon szép pincét sikerült vásárolni édesapámnak. Szerette is. Egy nagyon szép régi prés is van ott, ugye? Még máig is. Azt az 1880 körül csinálták. Szüret. Meghívták mondjuk a családot, meg voltak aratók. És az arató házaspár az minden munkába úgy részt is vett a gazdánál, akihez tartozott. És nekünk is volt az aratónk, a Béni bácsi, meg a Julis néni, és ők jöttek szüretelni, segíteni, meg a szomszédok, és... Hát szedtük a szőlőt vödrökbe, puttonyba, aztán hát biztos régebben volt olyan, hogy lábbal taposták, de nekünk már volt daráló a présházba. Szépen ledarálták, a présbe belerakták, és csurgott a must, úgyhogy lehetett örülni neki. És aztán a must került a pincébe, még kicsi vájukat is csinálta a papa, hogy ne kelljen lehordani a mustot, hanem ilyen fa háromszög-szerűen összerakta, vagy inkább V-alakba, és akkor azon folyt le a must a hordóba. És a szorgos kezek, volt-e jutalmuk? Valami finom vacsora, vagy ez, vagy az? Hát az feltétlen, persze, hát talán a szüret előtt már nem tudom, ilyen egy-két hónappal volt az udvaron mindig birka, és én mindig féltem tőle, mert az kell a szüretre, mondták, ugye, és akkor levágták, és abból volt a birka pörkölt, vagy leves, és az volt a szüreteseknek, meg egy vödör szöllő, a jutalmuk, és hát vidáman szüreteltek, beszélgettek, tréfálkoztak, talán énekelgettek, fiatalok figyelték az öregek meséjét, de össze kellett szedni a szemeket, nem illett elhagyni, de ha éretlen kis fürtöcskét találtak, azt ott hagyták, mert jó lesz a födőknek, ugye, mert utána jött a szőlő betakarása, födése, és akkor jó volt találni egy-két szemet ott a tőkén. Így van, meg kell hagyni az égmadarainak. Azoknak is valamit, vagy ha mégis elmaradt egy fürt, ajjaj, kell a böngészőknek is.
Kedves nézőink, ennyi fért Generációnk című magazinműsorunk mai adásába. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép őszt, jó egészséget kívánok. A viszontlátásra!